támogatja a Demokráciák Közössége elnevezésű szervezet főtitkári posztjára pályázó Őrsi Mátyást a kormányzat. A volt szabaddemokrata képviselő már régóta dolgozik a demokratikus intézményrendszer erősítését célzó szervezet vezetőségében, de meglepődött, hogy a külügyminiszter támogatja a jelölését. Őrsi Mátyás kijelentette, a demokratikus koalíció tagja és a jelenlegi kormány politikájával kapcsolatos, alapvetően kritikus véleményének, függetlenül az esetleges jelölésétől a továbbiakban is hangot fog adni. Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Tényleg meglepődött, hogy nem, hát, hogy is mondjuk gördítettek akadályt az ön előmenetele elé a külügyminisztériumban, vagy ez újságírói, hogy is mondjam, hát ilyen hozzátétel volt? Nem, nincs ebben semmilyen túlzás. Én ahogy a NERT eddig megismertem, hogy ennek a neve nemzeti együttműködés, a tartalma pedig a kizárás, a kirekesztés volt. Én nagyon komolyan meglepődtem azon, hogy ez a jelölés megtörtént. Örülök neki, mondanom se kell. Meg is próbálkoztam vele, de sikerült, meglepődtem rajta valóban. De akkor mondjuk el a menetét, tehát ennél a központnál dolgozik ön már mióta? 3-22 éve, azért mondom így, mert Vilniusban kezdtem egy ilyen alszervezetnél, amikor a főtitkár meghívott Varsóba, hogy dolgozzak neki közvetlenül ennek 2 éve. Ez egy kormányközi szervezet, ha akarja, vagy van rá idő, akkor beszélhetünk róla. Mint minden kormányközi szervezet, az ENSZ, a NATO, az EBSZ, a főtitkár mandátuma valamikor lejár. Uh-huh. Jelenlegi főtitkár, aki engem meghívott, a mandátuma jövő nyáron jár le, tehát van még idő. Ilyenkor elkezdenek diplomaták keresni, hogy ki lehetne egy jó utód. Én hogy most második ember vagyok körülbelül, és többen gondoltak rám, hogy milyen jó lenne a kontinuitás, néhány hibák kijavítása, ha tetszik ezt folytatni. Meg is kerestek, de hát mondtam nekik, hogy ti is tudjátok, kormányközi szervezetnél kell egy kormánynak egy jelölése, külön a dolog, nem egy, ez így megy. De ez ilyenkor a kormány jelöli, vagy ön megpályázza ezt a posztot, és ez gyakorlatilag jóvá hagyja az adott nemzetkormánya? Bármelyik tagállam jelölhet, ugye egy nomination, és hogyha attól függően hány jelölt van, a végén kiválasztják a befutót. Tehát itt a választás joga úgynevezett kormányzó tanácsé, ez 28 tagállamból álló szervezet. Jó, de önnek kellett pályáznia? Nem. A jelölés a tagállamokat illeti meg. Itt egyéni jelölések nincsenek. Vegyük az ENSZ-et például, most Ban Ki-moon, a főtitkár, ő nem egy egyéni jelölt volt, a koreai kormány jelölte. Vegyük a NATO-t, tehát vehetjük bármelyiket, itt kormányzati jelölések vannak. És amikor ezt én mondtam, hogy hát ez én problémát látok, mert engem a magyar kormány alig ha fog jelölni, azt mondták, hogy hát ha nem próbáljuk, még nem is derül ki. És ilyenkor ezt kipróbálja meg? Ilyenkor több helyről, azt hiszem, hogy legalábbis több helyről volt üzenet a külügyminisztériumban, hogy van egy ilyen fölvetés, nem, de maga a közösség? Nem, ők ezt nem csinálják, ezt tagállamok részéről, a tagállamok diplomatái közül. Tehát elkezdenek lobbizni, vagy elkezdtek lobbizni önér? Még csak ezt sem, eddig nem mennék el, ez ha lehet, remélem, hogy ez így lesz a hátulévőkben. Lényeg az, hogy üzenetet én is küldtem egyébként, tehát nem akarom ezt egy percet tagadni, de úgy tudom mások is, a külügyminisztériumnak, hogy van egy ilyen lehetőség, mit gondol róla. Szijjártó Péter meghívott egy kávéra, én azt gondoltam, hogy elmegyek hozzá, elbeszélgetünk, és azt mondja, hogy hát Matyikám, hát ismerünk téged, szó sem lehet róla. Ehhez képest ő azt mondta, hogy ezt megfontolandó, ennek ez a gondolat tetszik. De így mondta, hogy Matyikám? Nem, ezt én mondtam. Hogy tudom, csak azt hiszem, hogy ő is így mondta. Nem, Mátyásnak hívott, jól emlékszem, de hogy Matyinak. Így már vigyemes. A dolog nem, a lényege az, hogy én mondtam neki, hogy Péter is ezt a szemben, nem Péter, nem Péter, azt te tudod, hogy én járok az ATV-be, szeretnék gyakrabban járni, én járok a Klubrádióba, ott én a kormánnyal szemben nagyon kritikus álláspontot szoktam megfogalmazni, ha jelöltök, azt én megköszönöm, a jövőben sem fogok ettől eltérni. Azt mondta Szijjártó, hogy rendben van. Mondta, Péter, én a demokratikus koalíciónak vagyok tagja. A demokratikus koalíció egyik legelszántabb ellenfeletek, én ezt támogatom. Azt mondta, hogy rendben van. És amikor délután engem fölhívott, hogy mit mondott Orbán Viktor miniszterelnök erről, megismételtem, ugye Péter, ez világos. Azt mondta, hogy rendben van. Tehát kérem Orbán szépen, Viktor mondta ki az igen? Nyilvánvalóan ez egy kormányzati döntés. Én azt mondom, hogy a Szijjártó is beszámolt egyébként.
Engem meglepett az indokolás, jó lesz, hogy egyébként csak meglepett, hogy a rendszerváltásban betöltött érdemei miatt. De azt is mondta, hogy nem tudta, hogy ön DK-s. Az a Szijjártó mondta. Nem tudom, mindegy, ezt mondta. Nekem is ezt mondta egyébként. Hogy tényleg az vagy, mondta, de még mennyire, hogy az vagyok. Na, egy szó, mint száz, nem, valóságos DK-s vagyok. Én ezt a dolgot ilyen módon elvállaltam, nagyon szívesen, nyilván még meg kell, hogy válasszanak. Én a kormánytól semmiben nem fogok függni, hogy engem a 28 tagú kormányzó tanács megválaszt. Akkor én rengeteget tudok tenni a demokráciáért, sokkal többet, mint eddig talán világ életemben, de jó dolog lesz. És továbbra is, ha meghív és megkérdezi a véleményemet a magyar kormányról, ugyanazt fogom mondani, mint eddig. Tudja, mi a iszonyatosan borzalmas ebben a történetben, az ön történetében? Tessék elmondani. Hogy erről beszélgetünk? Mert hogy egyébként így lenne normális. Tehát azon, hogy mi meglepődünk, hogy egy volt szabaddemokrata, vagy mindegy, a jelenlegi kormányzó párttal ellenkező oldalon álló volt politikus, jelenlegi szintén ellenkező oldalon álló politikus, aki egyébként nemzetközi szinten évtizedek óta ismert, elismert, tehát hogy azt most a magyar kormány jelöli, hogy ebben semmi csodálkozni való nem szabadna, hogy legyen. Igen, de az ördög ügyvédjeként azért azt hadd mondjam el, hogy Magyarország nem olyan, mint egy átlagos demokrácia. Tehát a NER tényleg nem erről szólt. Ez tényleg meglepő volt ez a jelölés. Ez egy dilemmát okoz számomra. Én megértem a kritikusokat egyébként. Abszolút megértem, akik úgy érzik, hogy 6 éve vannak lesöpörve mindenhonnan, a hangjuk nem számít sehol, azok most azt mondjuk, mi történt itt a háttérben. Úgyhogy ezt a dolgokat én értem. Ugyanakkor azt tudom mondani, hogy azért, hogy a demokráciáért tehessek, akár a demokratikus koalíció politikusaként vagy mint Őrsi Mátyás, én az ördöggel is megállapodnék, mert hát ha nekem választási lehetősége van arról, hogy most éveken keresztül globálisan lehet dolgozni demokráciáért, vagy pedig az az újság ki, hogy Őrsi Mátyás ma sem áll szóba a Szijjártó Péterrel, hát nem kérdés, melyiket választom. Hát én tenni akarok, én egy csinálós ember vagyok. De azért ez meglepett, még nem döntöttem el, hogy jól esően lepett meg, vagy nem jól esően, hogy ezt így be kellett vallani, hogy kedves Péter, ugye tudja, hogy én járok az OTV-be, és nyilatkozom a Klubrádiónak. Tehát, hogy két fő bűnének ezt tartotta? A dolog arról szólt, hogy én ezen nem kívánok, és nem fogok változtatni. Tudomásról veszi a kormány. Hogyha ezt nem akarja tudomásról venni, ha azt gondolja a kormány, hogy ha engem jelöl, akkor elkezdek majd neki kellemes dolgokat mondani, akkor most mondom, hogy ez nem így van. Ezért kellett ezt így fogalmazni. És olvasta például az Indexen Szijjártó Péterrel készült interjút, illetve az azt megelőző szállítást, hogy például Szijjártó Péter eddigi munkássága, külügyminiszteri munkássága során hány nemzet kormányfőjének üzent vissza, és ebben az interjúban el is mondta, hogy ezt így kell csinálni, különben box zsáknak nézik Magyarországot. Ezt idéztük az interjúból legtöbbször, ezt a kijelentést, ezzel például egyetért? Abszolút nem értek egyet. Mondta egyébként durvábbat, amikor törökországi eseményeket és a putyini Oroszországban nem látott semmifajta problémát. Én óriási problémákat látok. Zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy valamelyik kritikusom azt mondta, hogy miközben az én törökországi barátaimat letartóztatják, te addig gazsulász. Mondtam neki, kedvesem, én már eddig többet tettem ezen a posztomon a törökországi barátaidért, mintha a Facebookon share-oldék vagy megosztanék posztokat. Tehát én szerintem ezek nagyon rossz mondatok voltak, és a külpolitikáról nekem az a véleményem, hogy ott barátokat kell szerezni, ott szövetségeseket kell építeni, boxolni, durváskodni. Nem helyes, sehova nem vezet, rossz az országnak, mindenkinek rossz. Ha Szijjártó Péter is hallgatna az én tanácsomra, akkor ezt nagyon sürgősen abba hagyná. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindent.